Gerő András a 24.hu portálon megjelent vitaindító cikkében úgy érvel, a Sorsok háza kiállítása nem csak a zsidó származású emberek iparszerű legyilkolásáról szól, hanem az oda vezető útról is, és alapvetően a gonoszról. Gábor György és Vörös Kata több állítást cáfol. A keresztény kurzus erősödésének idején a vita az emlékezet újraértelmezéséről szól. A stúdióban Gábor György és Lévai Júlia. Így van, jó estét kívánok! Kezdjük a múlt átértelmezésétől, vagy legalábbis ettől a kormányzati szándéktól, hogy aztán eljussunk a jelen átértelmezéséig, mert hát az is elég nagy vonalakban zajlik. És csak két példát mondok, hogy a nézőinket is egy kicsit képbe helyezzük. Ugye többször elhangzott már, nem akárkitől, hanem Szakály Sándortól, a Történettudományi Intézet vezetőjétől a zsidó törvényekkel kapcsolatban, hogy azok csupán jogkorlátozóak voltak. Ugye annak ellenére, hogy maga a jogalkotó mondta, hogy ezek jogfosztó történek, ez az egyik példa. Az átértelmezés, átírása, a másik meg az egész Sorsokháza koncepció, amiről egyelőre nem tudjuk, hogy változik, hogyan változik, kik a szakértők, sok mindent nem tudunk. Ez a csata, ami most itt láthatóan zajlik kormányzati részről, ebben hogyan lehet felvenni a versenyt, és mik a legkirívóbb csomópontjai? Szóval ezzel nem érdemes fölvenni a versenyt. Ja, hát akkor kihagyjuk ezt a beszélgetést, köszönöm szépen. Ne vegyük fel a versenyt. Ezzel mást érdemes csinálni. Ugyanis mást kell csinálni, ja. Erről van szó. Szóval egy olyan országban élünk, amely ország képtelen volt eddig szembenézni a múltjával, az 1990 előtti múltjával, az 1956 előtti múltjával, az 1945 előtti múltjával, és nem megyek tovább a történelemben. Tehát ez egy nagyon képlékeny terep, és jelenleg egy olyan politikai rezsim van hatalmon, amely két dolgot, a vallást és a történelmet politikai erőforrásként használja fel. Tehát a történelmet nem oly módon, ahogy ezt egy szakma megköveteli, például a történész szakma, hanem a saját képére és hasonlatosságára farítsálja át, ideológia mentén közelíti meg a történelmet, mint egy annak érdekében, hogy ezzel legitimálja önmagát. Önmagát a történelem közvetlen örökösének tekinti, annak mint egy betetőzéseként tekinti, és így viszonyul a történelemhez, és ehhez vannak neki segédcsapatai, úgynevezett különböző intézmények és történészek. De ha nem felvenni kell vele a versenyt, akkor mit kell csinálni? Hát én például azt gondolom, hogy Szakály Sándorral kezdte, hogy ott tényleg az történt, hogy adva van egy történész, aki szemmel láthatóan egyszerűen nem veszi figyelembe a saját szakmájának a normáit. Tehát azt mondja, hogy szembe megy azokkal a történelmi forrásokkal, amelyeket neki felhasználnia kéne, és egy ideológia érdekében egész egyszerűen meghamisítja azokat. Na most azt tapasztaltam, hogy ennek ellenére komoly vitafórumokra hívják meg ezt az embert úgy, mintha egy komolyan vehető történész lenne, mint a szakember lenne. Holott hát az teljesen nyilvánvaló, hogyha valaki ilyen elemi szinten nem tart be szakmai normákat, azt nem lehet egyenlő partnernek tekinteni. Tehát én nagyon mélyen és folyamatosan hiányolom nem csak a történész szakma, hanem általában a szakmáknak az elhatárolódását, a nagyon egyértelmű kiállását, a nagyon egyértelmű üzeneteit a nyilvánosság felé, hogy emberek, ezekkel nem lehet, ezek nem szalonképesek, ezekkel nem lehet beszélni, és elmondjuk, hogy miért. Tehát magyarán egy olyan normahiány, illetve gyakorlatilag egy erkölcsi válság jön itt létre. Szóval akkor, amikor az derül ki, hogy vezető pozícióban, sőt állami pozícióban lehetnek olyan emberek, akik elemi normákat nem tartanak be, az egy nagyon súlyos normahiány egy társadalomban, és ezt a szakmának jeleznie kéne. De nem úgy, hogy vele beszélget és megpróbálja meggyőzni, mert ez nyilvánvaló képtelenség, hiszen nem arról beszél, amiről beszél. Igen, csak ugye szinte minden szakterület úgy működik, hogy a kormány azt mondja, hogy ha nem szállsz be az alkumba, akkor
eltiporlak, akkor egzisztenciálisan fenyegetnek. Ha megbeszállsz, és akkor az oszd meg és uralkodj elve működésbe lép, akkor meg azért el lehet érni kisebb engedményeket. Most csak egy példa jut az eszembe, hogy én azért majd megnézem, hogy a színházak, hogyha a kulturális tabut eltörik, és a támogatási formát teljesen újra variálják, akkor hogy fog kiállni egyik a másikért, mondjuk a közszínházak, a független színházakért, vagy mindenki csak megpróbálja elérni, hogy magának jusson. Hát ugye ezt el lehet mondani. De mindenről el lehet mondani. Így van, az egész oktatási rendszerről gyakorlatilag már az általános iskoláktól a felső oktatásig, az egyetemig. Itt tényleg arról van szó, hogy egy gyarmatosítást hajt végre a kormány, gyarmatosítja az oktatási intézményeket, megint csak a saját képére és hasonlatosságára, az indoktrináció jegyében gyarmatosítja a kultúrát, vagy próbálja gyarmatosítani. Előre mondom, nem fog sikerülni, rettenetes károkat fog okozni természetesen, de sikerülni nem szokott. Tehát az egy nonsens, már dadaista ötlet, hogy egy korszakot alkotunk meg. Nem lehet korszakot. A korszak az mindig utólag nézve az, ami. Tehát amikor de valaki... akkor miért jelenti be előre? Nyilván ennek is van egy oka. Mindent bejelentenek előre, értelmetlenségek, szóval hablatyok hangzanak itt el. Hablatyok hangzanak el akkor, amikor folyamatosan minden beszédben a kereszténységre történik utalás, miközben semmi közük. Szóval, mint egy falvédő szöveget úgy használják a kereszténység jelzőt, és így tovább, és így tovább. Ezek ilyen morzsalékok, amiket a rajongótábor felcsíp, és kész. Bocsáss meg, egy kicsit módosítanám. Van közük a kereszténységnek, illetve a keresztény egyházaknak a nagyon dogmatikus ágához nagyon is van közük. Tehát ők pontosan tudják, hogy mit kell felerősíteni azokból a keresztény hagyományokból, amelyek a modernitással szemben vitték magát az egyházat is, és magát az országot is. Tehát amit egyébként az úgynevezett antimodernista eskü fogalmazott meg a legkarakteresebben az 1901-es évtől kezdve, szóval, hogy olyan határozottan amit úgy fogalmazott meg a miniszterelnök, hogy régi vágású keresztények, ezt a dogmatikus, prűd, merev, nagyon szabálykövető, nagyon hierarchia követő és hierarchiában gondolkozó mentalitást, ezt vitathatatlanul ez is a kereszténységnek az öröksége. Miközben ugye ott van a másik, amivel meredeken szembe mennek a szociális és szociáldemokrata örökség, azt ugyan szajkozzák, de ahhoz tényleg nincsen közük. Ezt az egész hajléktalan ügyet. De azt én fontosnak tartom tényleg, hogy van nekik mire építeniük. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy egyáltalán semmi közük a bizonyos keresztény hagyományokhoz, mert ezekhez a, most nagyon primitíven mondom, a nagyon rossz hagyományokhoz. De onnan indultunk, hogy a szakmai kiállást hiányolja minden szakterületről, és én meg felvetettem, hogy van egy pont, ahol ez egzisztenciális kérdés, hogyha valaki nagyon hangosan felemelkedik a tömegből, akkor... Nem tudom, hogyha ha egy testület tiltakozik, akkor ott hogy tudnak... Ez nem érdekes. Nem látunk olyat. Egzisztenciális félelmekről beszélünk, és ezek az egzisztenciális félelmek, ezek vannak, ezek léteznek, ezeket nem lehet elkenni. Egyfelől, másfelől pedig hihetetlen ígéretek vannak. És ezek a hihetetlen ígéretek, ugye a Sorsok házára történt itt utalás, itt ezek a hihetetlen ígéretek, hatalmi, pénzügyi, egyéb ígéretek formájában csapodnak le, és mindazok, akik számára a szakma, a tisztesség, a becsület kevésbé érdekes, azok miért ne válthatnák, és váltják is apró pénzre mindazt, amit lehet. Szóval egy nagyon-nagyon különös helyzet van, egy olyan helyzet van, amiben egyszerűen nem jó létezni se tudósnak, se művésznek, se kultúrával foglalkozónak, se sajtóban dolgozónak, és ezzel tisztában kell lenni. Jó, de az még nekem kevés, hogy tisztában vagyunk vele. Tehát, hogy mit lehet csinálni? Szóval én nagyon fontosnak tartom, hogy ha a társadalom nem kap egy üzenetet a különböző szakmáktól, a különböző testületektől, és csak zárójelben mondom, hogy az én szakmám, ami az újságírás, hát már rég túl van azon, hogy egzisztenciális félelme legyen, mert már mindenki ki van rúgva. Hát milyen egzisztenciális félelemről beszélünk? Hát mindenki olyan helyre megy dolgozni, ahol a nagyon nagy mértékben
a civil társadalomnak az adományaira, az alapítványokra, stb. Van, vagy támaszkodhat egyedül, tehát nem függ, és hát az nem lehet nem vállalni, hát már Bibó is hányszor leírta, nem lehet nem vállalni, hogy az ember úgy értelmiségi, hogyha független anyagilag is, még akkor is, hogyha ezt nagyon nehéz megoldani, és azt gondolom, hogy egy testülettel szemben egyébként megszoktak egy kicsit, szóval visszakozni szoktak a hatalmak, és megszoktak ijedni. De hát csak annyit mondok, de hogy akadémia nem, ügye, vagy a hát CEU de ügye, de az hát akadémia, ami mellett a félvilág kiállt a CEU de, mellett. Bocsánat, de a CEU nem állt ki eléggé magáért. Hát hogy nem, kellett volna még jobban? Nem kérdő. Tudom, én nem az én is szeretnék tanácsokat adni, de azt láttam, hogy állandóan belement, és azt a logikát követte, átvette a hatalomnak a beszédmódját, és azt követte, és megpróbált ott alkudozni, ahol már rég nem lett volna szabad nekem ez a véleményem. Ki kellett volna állni, kellett volna tüntetni, kellett volna hagyni a diákokat tüntetni, sokkal határozottabban ki kellett volna kérniük maguknak, az akadémikusoknak hát, ezt, hogy... Tüntetés hát azért, van, de nem értett teljesen egyet. Nem. Én azt gondolom, hogy az erkölcsi... Nem, az erkölcsi erő is erő. És én azt tapasztaltam az előző rendszerben, hogy amikor én erkölcsi erőt, vagy nem csak én, hanem mások is erkölcsi erővel léptünk föl, mit tudom én, X-elvtársal szemben, hát alig találtuk meg az asztal alatt, úgy megijedt tőle. Uh-huh. Szóval nem igaz, hogy a hatalommal szemben nem lehet erkölcsi erőt mutatni. Illetve, hát, hogy ez nem erő. Kell erkölcsi erőt mutatni, csak amikor arról beszéltünk 3 perccel ezelőtt, hogy ez a kormány, ez miként viszonyul mondjuk a kereszténységhez, és elhangzott ez a régi vágás, amin én már jót mosolyogtam, hogy nincs régi vágású kereszténység. A kereszténység ez egy folyton, mindaddig, ameddig képes megújulni, addig létező valami. Abban a pillanatban szoktak eltűnni vallások a történelmi sűjesztőjében, akkor nem tud megújulni. Na most ez nem egy régi vágás, ez egy jó konzervatív, már rég nem létező valami, és ezt csak azért mondom, mert ennek a modern keresztény társadalmi tanításában például a szolidaritás elve, vagy a szubszidiaritás elve, ezek alapelveként hát fogalmazódnak meg. Hol vagyunk ezektől? Hol vagyunk hát, ezektől nagyon messze? Úgyhogy, de hát mondjuk, amit sajnálok, hogy talán a Sorsok házáról már nem... Nem nagyon jön már rá időnk. Pedig erről lett volna érdemes tudni, hát az egy igazi állatorvosi ló, tehát tökéletesen mutatja be azt egyrészt egy szakmának, vagy a szakma egy szűk részének a korumpálódását, hogy mondjam azt, hogy prostituálódását, és hogy miként jelenik meg e fölött, vagy miként tornyosul e mögé a politikai hatalom, amely hát itt ezeket a személyeket... Biztosabban, hogy ez az ügy most nyugvópontra kerül? Mert hogy én hallok olyan pletykákat, hogy ez így nem fog megnyitni ez a Sorsok háza ugye, külföldi nyomás miatt sem. Igen, szóval a külföldi nyomás, ezt látjuk, nem sokat számít ebben az országban. Tehát nem tudom, megtippelni sem tudom, ez az egész történet szürreális történetek, kis apró sztorik halmaza. Tehát, hogy születik egy ötlet, ami kidolgozódik közpénzekből, a köz érdekében, de semmit nem tudunk róla. Aztán hírnökiös pihegve szól, hogy a legfontosabb nemzetközi intézmények és szakemberek visszautasítják ezt az egészet, akkor elkezd Csipke Rózsika álmot aludni ez a történet, aztán valaki fölcsókolja hirtelennyében, új életre kell, megint nem tudunk róla semmit, amit pedig tudunk, a szakmailag minősíthetetlen, azt csak visszautasítani lehet, már a nevétől kezdve is, tehát a Sorsokháza elnevezése is egy botrány. Fogalmam sincs, hogy mi történik ezután. És azt is tudjuk, hogy ugyanannak a szélső jobboldali rétegnek szól, akikhez most rendszeresen ők beszélnek. És hogyha ránézünk arra a dizájnra, amit a Sorsok háza mutat, hát az valami elképesztő. Hát fölrakták a Dávid csillagot ilyen magasra, mint egy uralkodó jelképet, mint hogyha egy zsinagoga tetején, vagy egy nem tudom minek, egy diadal ívnek a tetején lenne, hogy most ottan győztek a zsidók,
kvázi, mert egy magasan lévő csillag, két hatalmas tornyot összekötve, az sugalmazza, hogy hát itt van a mi diadal. Milyen kevesen gondolnak bele, hogy ezek a szimbólumok. Meglátom, és ez jut eszembe, hát nem kevesen gondolnak bele. Bocsánat, hogy ezt mondom, és ezt egy kiváló tanítványommal, Vörös Katával megírtuk. Tehát, hogy ez nem zsidó ügy. Ez nemzeti ügy. Igen. Tehát ezt most már jó lenne végre tisztázni. Ez a tragédia a nemzet tragédiája volt. És ezért mindenhol állami intézmény foglalkozik. Erről van szó, pontosan. Igen. Tehát... ezt írták, meghoztam. Megígérem, hogy egyszer csak erről is fogok beszélgetni. Köszönöm. Köszönjük szépen. És köszönjük szépen.